Tavaly az észak-alföldi régióban a NAV adó, illetve járulékbevételei az előző évhez képest jelentősen növekedtek, tájékoztatott a regionális adófőigazgatóság vezetője. Cinege Attila kiemelte, 2013 év elején jogszabályt módosítottak, így 31 kiemelt vállalkozás került vissza a főigazgatóság illetékességi körébe, és az általuk befizetett többletadó okozott növekedést a régió statisztikájában. 2013 évben a régió illetékességi területén az adó, illetve járulékbevételek 559,7 milliárd forintot tettek ki. Egy óriási növekedés az előző évhez képest, hiszen 12,6%-kal több adót fizettek be az adózók, mint az előző évben. Ha számszerűsíteni szeretném, ez 62,6 milliárd forint. A régión belül az adóalanyoknak a száma némiképp változott. Az adóztatási tevékenység vonatkozásában kb. 4000 fővel nőtt azoknak a száma az előző évhez képest, akik adóztatási szempontból a ügyfeleink. Az ellenőrzések tekintetében azt szeretném elmondani, hogy kb. 10%-a nőtt az ellenőrzési darabszám előző évhez képest, 39.633 darab eljárást folytattunk le. A főigazgató hozzátette, a növekedés egyik oka, hogy a NAV vám és pénzügyűri szakága a nyugta ellenőrzések esetében jelentős szeletet átvállalt tőlük, az együttműködés pedig más területeken is működött 2013-ban. 2013-ban a 2012 évi felderítési adatokhoz képest a bűncselekmények vonatkozásában egy 20%-os emelkedés mutatható ki. Ezek a bűncselekmények egyértelműen az ukrán határszakaszon elkövetett jogsértésekhez kapcsolódnak, amikor is bűnözői csoportok a zöld határon keresztül próbálnak meg illegálisan nagy mennyiségben adójegy nélküli cigarettát Magyarország területére bejuttatni. Az emelkedés itt mutatható ki, az esetszám emelkedésével párhuzamosan azonban nőtt a lefoglalt cigaretta mennyisége is, és itt nem csak 20, hanem azt kell mondjuk, hogy 40%-os mértékben, tehát úgy gondolom, hogy nagyon nagy mértékben nőtt ez a fajta tevékenységünk. A cigarettacsempészek a regionális bűnügyi igazgatóság munkatársainak is adtak munkát. Tavaly többek között 4 cigarettacsempészetre szakosodott bűnszervezetet számoltak fel az ukrán-magyar határtérségben. Nem csak cigarettacsempészetről szólt az elmúlt évünk. Gyakorlatilag a NAV valamennyi szakágának közös együttműködése volt, annak a 10 elsősorban az unión belüli termékkereskedelemhez kapcsolódó áfacsalásra szakosodott bűnszervezetnek a felderítése a régióban, melyek összesen 4,7 milliárd forinttal károsították meg a költségvetést, alapvetően áfadó nem tekintetében. Az igazgató hozzátette, a nyomozó hatóság 1,5 milliárd forint értékben tudott az elkövetőktől vagyonelemeket zárolni, többek között 65 luxusautót és 56 ingatlant foglaltak le.